A videóban sok orvújás lesz hangoztatva, ugyanis sajnos megbetegedtem. Ne, ezt ne, jó? Ne kezdjük ezzel. Jó, oké, beinkodtam. Szóval most ide tudtam csábítani apád a GTL-tözni. Nem szívesen, én nem... Tehát rólam, aki tudja, aki nem, az nem. Én nem játok, nem játok számítógépes játékokkal egyáltalán. Tehát igen, nehéz rávenni ilyesmire. Te most át fog öltözni? Igen. Jaj, de jó. Már csak ezért se, hogy ne azzal kezdjük. Lették kedvenc. Á, melyik nadrágot jön fel? Nem érdekel, a mugáspóló érdekel. Hát, de most elmondtad. Várjál. Pillanat. Valahogy tudod között el. Ezt akartam. Ezt a Mátyás kereszt nevű, tehát várj, ezt valahogy meg kéne örökíteni, vagy nem látja a kamera szerintem. Közelebb hiszem. Az a baj ezzel a szarra, hogy ez a te állványod, és ez így mozog. Na, nézzük csak közelebb. Miért a tiéd nem szar? Tehát ezt a Mátyás kereszt nevű kommentelem küldte, és készítette ezt a... Igen, ezt a logót. Igen. Nagyjából Leventének szól. Ja, amit tudod, volt ez a, hogy majd csinálunk pólóból. Tehát tessék, itt van, vegyétek a pólót. Tessék! Amúgy, mert hát sajnos még nem sikerült, de másik, meg csak ezt. De meg se beszéltem még, el se indítottam. Na, ez igen. Meg a másik. Ezt meg te tervezted. Igen. Azt mondja, hogy... És nem gondoltad volna, hogy amikor lefotóztak a kertbe, fogalmasztatjén mikor, azt hiszem decemberben, akkor egy pár hét múlva már egy pólót, vagy igen, egy hosszú új pólót kapsz a kezedbe. Tényleg nem gondoltam, persze, nem. Amin rajta vagy. Hát ugyanilyen. Csak fekete. Na, menjünk azzal a robogóval, ami az előbb volt, vagy menjünk kerékpárra, amit most tettem be. Benzsó, te döntesz. Én fogalmam sincs, hogy mi ez a játék. Akkor menjünk mondjuk egy... Te robogóval. Na és hol menjünk, mit csináljunk, ha már így ide jöttünk? GTA-töt. Bencsó, te csaltál ide engem, én nem ismerem a játékot. Jó, oké, állj meg egy pillanatra. Lisa, szállj le a motorod, de a motor az megmarad? Igen. Jó, akkor szállj le, nézzünk körül. Ez a 9-jukú híd Hordobágyon? Nem. Ez nem a Hordobágy. Megpróbálok halkabban beszélni, hogy ne basszak bele a kamerának a hangjába. Fél le a kicsi játékot. Nem kell, az nem zavaró. Az én hangom lesz zavaró, hogyha itt nevetek vagy kiabálok. Nézzünk körül gyalog, meg keressünk valakit. Tudod, én tudod, hogy milyen vagyok. Ja, igen, tudom. Personál kontakt. Jó, akkor várj, akkor le kell menni a városba, hogy az égvilágon sem. Nem kell, maradj itt. Itt az égvilágon sem. De, valaminek történnie kell mindig. És nem hallgatsz rám, látod? Akkor miért kéred ki a véleményemet? De itt nem lesz semmi ember. De lett volna, hogyha hallgatsz rám. Na jó, akkor majd akkor állj meg, amikor szólok. Nem, akkor állok meg, amikor beérünk a városba. Vagyis hát a városba voltunk eddig is, csak a belvárosba kell menni, hogy legyenek emberek. Jó, keressél egy hamburgerezőt, vagy pizza, vagy ilyesmi, jó? Kíváncsi vagyok, mert ez a játék az erőszakról szól, tehát itt mindenki mérges, meg elutasít, meg rendőrt hív, érted? Nincsen kajád a GTA-ben, érdekes, mindig. Várjál, mert belvárosban vagyunk. Tehát valami normális ember, de azért jó, hogy a gugás láncfűrészes pólóba a hátán motorozik. Na. Fogadjunk, hogy rendőrt fognak rá hívni. Ez egy ilyen játék. Utcán iszik? Az egy kávé. Jó? De iszta. Yeah, whatever. Oké. És szemetel.
a rohadék érzed, eldobja a kávésporrat. Egyébként ez egy tetűjáték. Ők pedig újságot olvasnak ketten az utcán. És megint eldobja a kávésporrat. Várja, hol van egy nincs? Nincs valami normális kommunikációs hely? Nincs. Ezt a játékot ilyen hülye gyerekeknek fejlesztették ki? Hát ilyen... Ilyen diszonáns, antiszociális... Akik ezzel a játékkal játszanak, ehhez szoknak hozzá. És az emberekkel így kell viselkedni. Tehát semmi normalizás nincs benne. Biciklivel, na jó. Menjünk biciklivel emberekkel találkozni. Tessék, ott egy futó. Jó, az elő nem fut. Neki a falnak. Nem vele beszéltél az előbb? Nem tudom. Ó, én Istenem. Várjál kell egy jobb kerékpár. Minek? Ott van egy hölgy, állj meg. Várjál, nem macska. Nem tudok megállni. Miért nincs fék, vagy mi? Azt na, a betyár. Van egy másik kerékpár. Szállj már le, aztán álljunk szóba valakivel. És próbáljunk normálisan kommunikálni, úgyhogy ne hívjanak rendőrt. Te ki vagy? Miért fut el? Azonnal. Mi ez? Ez valami utó... Lehet, mivel a történet vége van, és már halálba romboltuk a város, ezért lehet, hogy már félnek tőlünk. Ez egy utópisztikus egy város. Várjál, kell menni a zebrán. Mit kell nézni éjszaka? Na. Toxit akartam. Figyelj, valakihez menjünk oda, és próbáljunk meg kommunikálni. Ne a zebrán! Egyetlen a kerékpár hogy áll meg a két kerekén? Tessék, menj oda! Kérdezik, hogy vagy? What's up, vagy how are you, vagy akármi. Hey, how you doing? I'm a middle-aged male writer who works on a sitcom I hate, so everything is just great. Na, ott jön aki ott van a hátul erős emberke. Jön, most mögötte. Vele. Kérdezd meg, hogy mi van. Állítsd már meg. Yo. Kérd egy cigit. Taxi! Bitch! nagyon frankó. Nagyon frankó. De egyébként minden évben ez van, tehát mindig ezt akarod és sose sikerül, úgyhogy szépen csináljunk más. Például? Mondj akkor más. Tudod mit? Mert ez nem fog sikerülni sose. Pedig már 63 részben megkérdezted, vagy megpróbáltuk megcsinálni, hogy beszélgessünk, de nem lehet. Itt ilyen nincs a játékban. Mondtam, hogy antiszociális játék. Erre fejlesztik az embereket, erre képzik ki. Akik ez a majd játék... Majd YouTube-ba csinálunk egy játékot neked, amivel oda menni teljesen véletlen. És barátságosan beszélgetni. És beleteszek szövegeket, amit Google fordítóval fogok felolvastatni a játékban, és akkor lehet majd beszélgetni. Barátság, szeretet. De ilyen teljesen véletlen szöveg. Tehát, hogyha megkérdezted tőle, hogy van, akkor majd elmondja, hogy hétfő. Univerzum. Ezotéria. Nem is játékot videózott. De, most téged. Na jó, tessék. Most tettem be még Tesla. Na végre eldőlt a kerékpár, az előbb nem dőlt el. Furcsa is volt. Ami tudod, ami jó a Teslában. Mi van, Benjo? Ami jó a Teslában. Igen. Látod? Nem. Hát így... Az ajtó? Aha. És az első ajtó? Tehát az első ajtó oldalra nyílik, a hátsó meg föl. Miért? Aha. Miért jó? Meg még ugye, ami jó a Teslába, ott is csomagtartó van. Na, ő ki például? Öregem. Azt mondja, hogy édesem, nem figyeltem oda, mit mondott, de...
Rankó, becsukod az ajtót. Várjál. Mit mondott a csaj? Nem emlékszel rá? Óháni, arra emlékszem, hogy Óháni úgy kezdte, de a többi nem emlékszem. Te most mit csinálsz? Hát mondjuk a motorlásztatőt eldobtuk, de nem baj. Vissza a jövőbe. Jaj! Hát ez nem is egy szombi. Most megpróbálom nyitott ajtókkal menni. Nem az ellenkező sávban természetesen. Ki a repülőtérre, mert azon most út irányba. Milyen jó, már repülőt ezt a... Hát is csodálatos, nekünk jött egy autó. Ő volt a hibás. Na, szóval, itt szeretnél még itt vagyunk egy repülőtére. Várjál, itt vannak emberek, hogyha szeretnél megint beszélgetni. Nem tudsz. Segítsél valakinek egy csomagot vinni, vagy... Vagy mit tudom én? Egy jó ötletem. Na, végre. Mondd el. Nem mondom. Jaj. Ennyi? Igen, ez volt jó ötlet, nem amúgy. iFruit 9iX. Neked volt valami iPhone klónod egyébként, az mi volt, amit régen mutattál egy értékes? Az iPhone 1-esnek a kínai klónja. Kínai klónja. Na, ja. Ez is az iFruit 9iX. Elajándékoztam. Szóval... Te, mit csinálsz itt? What's cracking, homie? I just saw this film about a depressed lesbian postal worker and it was awesome. The new film from that studio, Foreign and Moody, they always make interesting movies. Deep, Bruce. Tessék, beszélgetett velünk. Hát Dagan nem hívott rendőrt. Igen. De mi baj van a mozival? Nem tudom, valami buzi filmekről beszélt. Hát én csak a felét értettem. Bár egy kettes emberekhez nem szabad adni, mert ezek nem... Menj már vissza ez a movieshoz. Szeretném tudni, mi a baja. Van időnk, nem? Hey, what's going on? Ki szólt? Ne, menj vissza a mozishoz. Ez meg spanyolul beszélt. Na, még egyszer, mi történik vele? Ugyanazt fogja elmondani, hogy semmit? Semmit. Yo, what's up? Na? What's up, bro? Letargia. Kész, ennyi. Ne, menj vissza, ki kell csinálni. Nem fog válaszolni. Nem baj. Akkor valamit csinálj vele. Erőszakosan kérdezik. Nem, simogass meg. Simogasson meg. Valamit csinálj vele. Aha, ezt ne. Simogass meg, vagy... Fogd vele kezed. Vagy akármi. És most elmegy. Akkor utána mész. Ennyi. Menj utána. Hát az ő elmegy, te is el tudsz menni utána. Kérdezem, mi van, mi volt ez a mozis téma? Mi ez? Valami fekete mozi egyet árul? Nyugodtan, menj már utána. Ne hagyd. Üldözzük. Tessék? Üldözzük. Persze. Várjál, mert mindegy, hogy hova megy. Oda megyünk mi is. Az előbb még teljesen közlékeny volt. Mi lett a baja hirtelen? Menj nyugodtan utána, húzzál már utána. Hát ugyanazt tudod te is. Futni. Kíváncsi vagyok, hogy hova menekül. Mit tud kitalálni a játék ilyen esetben? Mert ugye ilyenkor a program dolgozik. Nem lehet megkérni, hogy álljon meg?
De meg lehet állítani Mary-el. Mi? Pisztolyjal? Majdnem megállt. Állj! Oké. Állj! Állj! Ne hagyd! Most már lőd lábon vagy valami. Aztán beszélgetni kell vele. Ilyenkor csak rászok a ijesztői. Csak meg kell állítani valahogy, nem bűnöző az egy dolog. Rendben, oké. Fegyverváltás, mi? Ez meg lett állítva szerintem. Ezt nem akartuk. Persze, hogy nem akartuk, de most már kérdezd meg, hogy mi van vele. Ne rúgjál már bele! Még le is. El van szenesedve. Ne bánts már, hagyjad már, menj arrébb. Nem tudom bántani. Aha. Várjál. Ki az anyját hívod? Hello, this is 911. What emergency service do you require? Tűzoltóság vagy mentő? Ehhez. Hát... mentő. Az anyját! Paramedics are en route to your current location. Hát ez nem nagyon lehet már újraéleszteni. Mivel lőttél rá? Hát... bombavetővel. Basszus! Gránátvetővel. Bakker, hát ez csak lábon kellett volna lőni, hogy álljon már meg. Meg egyébként minek lábon lőni, de mindegy. Na, jönnek a mentők, várjuk meg. Jó. Hát megalapítják, hogy halott. Meghalsz, igen. De egyébként nagyon finom játék. De a legjobb, tehát nagyon szép játék. Való életben mit csinálnak egy halottal? Elvizik a francból. És itt a GTA-ben mit csinálnak a halottal? Kiszállnak a kocsiból, megnézik, hogy halott, aztán visszaszállnak a kocsiba és elmennek. Na nézzük. Márha egyáltalán ide jönnek. Ott vannak. Magyar mentő. És már idiótáznak. Ott mondta, hogy jó elején idiót. Mi? Mi történik? Ezek mentősök? Ne, hagyjad már! Tessék! Mit csinálsz? Mi mentő? Tudod, legyünk mi a mentősök? Telenor! Az jó. Ez szuper, hogyha még reklám is már rajta. Mindegy. Nem a máltai szeretett szolgálat? Nem ezt akartam, bocs. Bocsi, mindenkit felrobbantottam véletlenül, meg leöltem. Várjál, mert elvileg arrébb kell mennie. Nem ment arrébb, akkor hogy? Egy busz. Ő is arrébb ment. Ők... szabályszerűek. Repülőmentő. És dudál egy mentőnek. Állj meg! Mögötted volt egy busz, szállj fel a buszra, állíts meg is szállj fel. Mert a busz az egy zárt hely, ott jön. Az egy zárt hely, ha felszállsz rá, az utasok nem tudnak elszaladni. Na végre. Basszus, ez mi? Ez mi automatikus. Mi vagyunk a buszsofőrök. Átadta az ülőhelyet. Igen. Kedves volt végül is. De vannak utasok a buszon? Aha. Senki? De? Ott. Akkor állj meg és menjél körbe a buszon, légy szíves. De azt nem tudok, mert én csak kiszállni tudok a buszból. Próbáld meg, hogy elindulsz a buszon és beszélgetsz velük. Nem tudok, mert... nem tudok. Viszont legalább a busz elindul. Nem jön valami... legyünk. De, jön a vonat! Akkor menj be! Menj be! És jó. Kész. Hát ne viccem, egy játék. Ennyi. Viszont hallásra. Nem hiszem el, hogy a vonat megállt. Várjál, követjük. Nem érdekel, hogy... mivel? Követjük. Mi a szar, még őnek is meg. Ja, hát... hogy maradt épségbe? Picit összetölt a busz. Igazából... csak így... ki lövöldöz? Ott lövöldözött, hogy mindjárt. Tessék, hogy mindjárt. Hát igen, picit meghajlott a busz. Szegény. De hát... mindjárt keresünk egy másik buszt. A vonatot követjük el össze. Jó, menjünk fel a vonatra, ott lehet csak közlekedni, nem? Hát ezt elrúlnak, úgyhogy nem, de
hogy csak terv volt. Van vezetője. De nem lehet vezetni. De föl lehet szállni rá valahogy, nem? Nem. Viszont itt van. Hát ide föl lehet mászni. Mindjárt. De az előrébb kell mennem. Á, nem ezt akartam? Állj föl. Oké, okay, megvan. Várjál, megmutassam, mi a legjobb. Itt nem ezt akartam, de mindegy. Szóval egy motorral menni a vonaton. Ilyet úgy csináltam, mert nem egy egyik dolgot. Nem, menjünk a masinistához, aki vezeti a vonatot. Nézzünk be hozzá. Nézd, V43 vagy mi az. Nem is tudom, mi a legapontosabb. M61 Mohab. Ez nem Mohab. Tudom. Ez egy Siri. Muszáj kinyújtanod valamit a lábam, mert nem fáj. Most levideózod a lábam? Szóval, vonatvezető úr. Hát itt van alattunk valahol. Nem tudok beszállni, mert... Várjál. De meddig megy a vonat egyébként? Végtelenségig? Ez körbe-körbe megy egyfolytába. Az egész meten, tehát most menjünk ugyebár erre, és akkor itt végig, itt valahol azt hiszem talán elkanyolodik, vagy tovább megy, de azt hiszem itt elkanyolodik, itt megy, végig megy a hegyen, körbe, vissza. Ennyi. Itt megfordul, aztán megy vissza. Szóval ez körbe-körbe megy. Ez nem áll meg. Mindegy, valamit omozzunk. Jó. Vonatvezető úr, várjon meg! Várjál, tovább miért? Én utána megyek. Vonatvezető úr, álljon meg! Álljál meg! És ez túléli? Hát... Persze, hogy túléli, hát ennyi. Te van állít, hogy egy végtelen miatt legyen. Úgyhogy igen, túléli. Na mindegy. Ja, még amit tudok, az a... Lehetek drón. Ha nem akadnék be a sűrűbe. És követhetem így a vonatot. Jaj! Hát nem ezt akartam. Rossz az irányítása egyébként nagyon. Várjál, mindjárt követjük, hogy megállítsunk itt valakit és beszélgessünk vele? Az autópálya kell. Benjo, légy kreatív, légy szíves. Jó. Te játszol, nem én. Faszi! Miért van pisztolyjal állítod meg? Hát nyilván hát ez a reakció. Hát talán kiszáll esetleg. Szállj ki! Na kér segítséget. Hát várjál, mert elesni az autópálya között nem túl jó. Hát nem lehet, mert... Miért fut el? Tehát engem valaki kirángatna az autóval, de hogy futnék el? Mi, megvernél? Hát nem futnék el, az biztos. Nem tudom mit tenni, nem tudom, kirángatnak ide. Ha kirángatnak az autóval, nem elfutok. Akkor menjünk utána megint. Menjél utána. Igen, hova megy? Vagy menjünk vissza a reptérre és nézzük meg. Van pisztolyod? Lőd lábon. Jó. Álljon meg és beszéljen. Álljon meg és beszéljen. Várja, melyik pisztoly? Mondja el, hogy miért fut. Legyen a más. Meg eleve mások is voltak az autóban. Na végre. Vonszold le.
Jó, oké, kérdezgesd meg, hogy miért futott el. Well, that's that thing. Hát ez megfut. A lábon, lövéstől. Nagyon frankó, komolyan mondom. Ilyen hülye játékot. Mindenki tudom lőni a terrorútonak a kerekét, vajon? Ott van Levente a furgonnal, ne bánsd már. Ja, tényleg, bocsánat. Na ugye. Várjál, mi is keresünk valamit nagy... Francokat megállítunk egyet, ez két. Opa! Opa! Milyen gyorsan reagáltak. Na, nézzük a mentősök mit csinálnak. Megnézi, figyelsz, figyelj. Megnézi. Jegyzőkönyv ez. Elteszi. És hát ugye a francba. Mint mondtam, és itt hagyja a hullát az autópálya közepén. Milyen kedves mentős. Mert nem hull a szállító. Nincs mit menteni. Viszlát. És megindul az autós forgalom, viszont mi is hull. Ne, várj. Ja, várjak, jó. Menjünk vissza a hullához. Menj vissza. Mi fog történni vele? Ott marad? Persze. Még bele tudom. Oké, egy párszor indulj el. Egyszer csak el kell tűnnie onnan. A program el fogja tüntetni. Ja, hát persze egyébként. Most fordulj vissza, ott van még? Igen. Hát el kell menni tőle azért egy pici mennyiségre. Várjál, mindjárt kerautó elmények messze és visszajövök. Na, ne, ezt az embert kövesd, aki most ott fut. Oh. Hát de most miért fut? Hova? Lőjem. Hova tud? Nem kell. Egyszerűen csak hova fut az autópályán? El. De te is tudsz futni. Ja, és vannak bogarak a filmben. A film, a játékban. Ja. Mi van, ha neki megyek? Leelőzöm. És elüttettem. Azt nem mondta, hogy meghalt ez is. Nem. Jó? Akkor visszafut. De ők például nem tudnak lerabolni egy kocsit? Hova fúz, meg miért? Teljesen értelmetlen a játék. Na. Leszorítottam. Na végre. Nem. Hova futsz? Nem futsz el. Elfut, ennyi. Ezt nem lehet megcsinálni. Üsd el. Vagy üsd el magad. Ne. Engem ütöttek el. Hát basszus. Jól van. Menj utána. Megyek. Hol van? Fölment a hegyekbe? Ott a bokorról. Muszáj utána menni, meg kell, hova a picsába fut? Hát semmi értelme így. De jó futó. Ez rosszul van megírva. Jó futó, mint én, ahogy nézem. Tök mindegy, de neked lesz pisztolyod. Ja, lábbal üljön? Hát nem, mert meghal. Nincs más valami fegyver, ilyen kábító, akármi. Hát van macséta egyébként. Az meg, nem jó, meg... nem jó, attól is meghal. Valami egyszerűen, nem tudom. Nincs. Van, várjál. Kábítóval. Van benzin. Kábító lövedék. Nincsen. Na jó, de hiába gyújtod meg a benzint, ha mögötte vagy. Na hát, ezt felgyújtottuk, akkor felmérünk a... Várjál, ez visszagurul! És most fog eltűnni a játékból a nő. Ugye? Igen, eltűnt, kész végén. Na. És nem létezik többé. De legalább felmentünk egyre egy motorral. Banjo, gratulálok hozzá, hogy ismered ezt a játékot.
és örülök neki, hogy a büdös életben nem játszok ilyesmivel. Ez szánalmas. De legalább egy szép naplemente. Naplemente? Látod? Tényleg szép a naplemente. Sőt? Milyen város ez? Los Santos. Sőt? Éjszaka. Várjál, nem ezt akartam. Aha, igen, itt van. Selfie, vagy mi? Aha. Na, még egyszer megmutatom a Mátyás pólóját, ő tervezte. Ja, tényleg várjál, benne kell, hogy legyen a fotóba. Igen. Igen. Mátyás tervezte ezt a pólót. A még meg is van világítva. Na jó, oké. Mutasd, még egyszer! Még egyszer vissza. Micsoda varjak köröznek ott fenn. Jó, és most akkor a hátulját. Az meg én vagyok. Igen. Na? És a gugás, vagy igen, a gugás motoros. A hegyekbe. A bukósisak nélkül a hegyekbe, csak úgy én. Tessék. Jó van, maradsz, hogyha én ezt már nem szeretném folytatni? Az elejétől kezdve nem sok értelmét láttam ennek a játéknak. Nem baj. Volt legalább egy jó pár epizód belőle. Most ja. Megint Big GTA 5 Benjo-val. Na, ha nem haragszol, lelövöm. Kit? Várjál, majd én lelövöm. De kit lőjek le? Várjál. Tudod, hogy szokták csinálni. Csillagot. Várjál. Csillagot. Van fönn csillag. Jelző rakéta, vagy mi ez? Tűzi játék? Tűzi játék. Még ilyet, még ilyet. Na, jó, nem is tudom, hogy ilyen lehet. Én nincs van. Nagyobb. Nincs. Ez az egyetlen van, de tudok olyat, hogy... Akkor viszont ne a levegőbe lőjed, hanem rá egy 10 emeletes lépcsőházra. Egy 10 emeletes lépcsőház. Oda. Ha az útra lövöd, akkor csinál tüzet, de hogyha egy kocsira lelövöd, ezzel semmi nem történik. Nem, valahol ott vannak a torony épületek. Rá! Ne dugálj te! Dugó van. Sajtom, nem, nem. Ó, nem el. Nem baj, mi elmenjünk itt. Levegőbe is. Hát, így akartam, de nem baj. Szóval visszatérve. Mindjárt közeljébe megyünk. Föl kell ébreszteni az embereket, ne aludjatok. Tűzi játék lesz. Jó, állj. Egy 10 emeletes lépcső ez. Mert ébresztő van, srácok. Kezdődik a barátok köz. Nem szólsz, senki nem szól ki? Nem, de várjál. Az egy helikopter ott fölötted? Aha. Na, adjál neki. De mivel nem tűzijátékkal lőtted le? Hát de a tűzijátékkal nem lehet meg, ez nem is megy olyan magasra. Miért nem? Nem is megy olyan magasra. Viszont legalább most már van egy égett helikopter. Rünk. Látod? Elköszönünk, jó? Hát, nem, soha, igen, nem, hosszú napom volt. És abszolút nem érdekel már a játék, tessék? Egész nap itt van, ütél egy fát vágtál. Nem. A házban. Ütél és fát vágtál. Jó. Na, végre. Jaj, de jó.
Várj, még egyet hagyj mutassak meg. Nem csak annyi, csak annyi. Nem, nem a GTA-t, nem a GTA-t, nem a GTA-t. Szóval, csak elkezdtem egy ilyen mini track-t, egy ilyen mik, egy ilyen... Nézd meg az időt, fél hét van. De én ilyenkor aludni szoktam. Én mindig fölkelek reggel. Négykor szoktam fölkelni. Te szoktad mondani, ne csinálj, mert szóval... Akkor te se csináld. Reggel négykor keltem fel, most is reggel négykor fogok fölkelni. Persze, hogy álmos vagyok, hagyjál már békén, mit mutatsz már. Mondjuk egy közérdekű közleményt egyébként. Mondja. Szombaton nyitják az M3-osat, de senki nem érdekel, csak engem, de tudom, hogy mindenki leszarja, pont engem érdekel, de... De mit akarsz még mutatni? Mi ez? Elkezdtem egy ilyen mikroprojektet. Megmutatom, egy pályát szeretnék lemásolni Unity-ba, a játékkészítő programba, hogy lehessen menni 3D-sel járkálni, meg autózni. És pálya az maga így néz ki. Igen. Ez egy játékból van, a Does Not Commute nevű játékból. És lényegében ezt a pályát szeretném lemásolni, és már van hozzá egy fám. Mi? Ez egy fa. Ez egy fa. Van hozzá egy bokor, ami fehér, mert most minden fehér lesz, de... Ez egy fa. Kenyér! Van hozzá bokrom. Ez egy fa. Szóval van hozzá bokrom. De mi, mit kell nézni? Oké, hogy van egy bokrod. Van egy házam, amit én modelleztem, ami már ilyen... Ebben jobban meg tudom mutatni, szóval van hozzá egy házam. Ne, semmi nem tudok oda figyelni. Amit én csináltam, kb. Ennyi. Meg van hozzá egy másik házam. Benjo, légy szíves, ne kínosz tovább. Aminek van még garázsa is. Engedj az utamra, légy szíves, jó? Nyugodtan mehetsz, apa. Szia, apa. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Amerika. The lesson is over, goodbye. Na. Szoktam mondani az angol tárom, szia, Patrik. Mert Patrik ezen szokott rögni. Na.